Kedves kollégák, ma este Mikrobita digitális osztályteremben címmel hallunk, látunk egy előadást. A mai előadónk nem más, mint Klacsákné Tóth Ágota, aki az EU Code Week vezető tanára már több éve, és többszörös győztes is ebben a minőségében, mint az egyik legaktívabb tanár a Code Weekben Magyarországon. De hát ismerik sokan, ismeritek sokan, ő egy igazi Jedi, és már nagyon-nagyon sok éve a digitális pedagógiában dolgozik, és mindig valami jó kis innovációval jelenik meg, és ma is így lesz ez, ma is ilyesmit fogunk látni tőle. Kedves Ágota, átadom a szót neked. Köszönöm a kedves bemutatást, szeretettel köszöntök mindenkit. A témánk tehát a Mikrobit lesz. Én nem gondolom, hogy az országban, legalábbis az informatika tanárok körében lenne ember, aki nem ismeri ezt a fantasztikus eszközt. Én 2016-ban jutottam először hozzá, és rögtön lenyűgözött a sokoldalúsága, és igyekeztem minél jobban megismerni, a lehetőségeit kipróbálni. Ugyanakkor rögtön két kérdés is felmerült bennem. Nem találtam olyan tananyagot, amit a gyerekek kezébe lehetett volna adni. Az interneten rengeteg anyag van különféle nyelveken, viszont magyar nyelvű gyerek kezébe adható segédanyagot akkor legalábbis nem találtam. Másrészt hiányzott a módszertan, hiszen én több mint 30 éve végeztem annak idején még számítástechnika szakon, akkor a blokkprogramozás, mint fogalom, sem nagyon létezett, és nem nagyon tudtam, hogy hogyan lehet ezt átadni gyerekeknek. Ugyan használtunk már blokkprogramozást a LEGO robotok programozásánál, de ez általában nem tanórai keretek között történt, hanem érdeklődő gyerekeknek szakon, és az azért egy egész más módszertant igényel. 2017-ben elkezdtem kártyákat gyártani, amiket kihíváskártyáknak neveztem el. Több kategóriában, különböző színnel jelölve több mint 40 kártya keletkezett így. A kezdőtől a középfokon át a haladóig, míg nem eljutunk a szakértők és a különleges eszközök csatlakozásához. A Mikrobit belső lehetőségeim kívül nagyon sok kiegészítőt is vásároltam hozzá, és fizikatanárként kipróbáltam azoknak az alkalmazási lehetőségeit. A kipróbálás egyre nagyobb körben zajlott, így folyamatosan láttam azt, hogy mi az, ami alkalmazható, mi az, ami nem, és a kártyák is ahogyan módosultak a feltételek, illetve voltak, amik beváltak, voltak, amik nem, ezért 2.0-as, majd 3.0-as verzió alakult ki. Az alkalmazásnál nagyon sokfajta tanulási környezetet kipróbáltam. Használtam normál tanórán, középiskolában matematika, fizika és informatika órákon, szakkörön, ami belefoglalt alsós, felsőtagozatos és középiskolás szakkört, projektek során, így például a digitális témahéten alkalmazott projektek során, és egy olyan élményközpontú természettudományos foglalkozáson is, amit külsős kerületből érkező 7.-8. osztályos gyerekeknek tartottunk. Természetesen Code Week eseményként is felhasználtuk, így például a tavaly előtti Code Weeken kollégáim a saját osztályukba vitték be ezeket a kártyákat, és használták egy-egy adott foglalkozáson. 12 évfolyamos iskola vagyunk, én minden korosztálynál kipróbáltam a Mikrobit, illetve a kártyáknak a használatát, vagyis 3.-tól 12. osztályig. Második osztályosokkal is, ők már azért elég stabilan tudnak olvasni, mégpedig évek óta hagyomány nálunk, hogy szülőkkel közösen szervezünk foglalkozást nekik a Code Week alkalmával, illetve
a múlt heti webináriumról, illetve a hét elejé webináriumból is kiderülhetett, hogy a Újpesten, a Csokonai Gimnáziumban is kódolás éjszakáján kisgyerekek szülőkkel is programoztak, és ezeket az eszközöket használták. Ahogy alkalmaztam, egyre jobban kialakult az a módszertan, amit hiányoltam, és ezeket a tapasztalatokat szeretném most itt ezen a webináriumon megosztani. Először is, mik azok az erősségek, amik a kártyák, illetve magának a mikrobitnek az alkalmazásával fel tudunk sorolni. Azt hiszem, nem mondok senkinek újat, hogy a mostani gyerekek nagyon nehezen tanulnak önállóan, ez tavasszal bárki számára nagyon erősen kiderülhetett. Ha ezeket a kártyákat a kezükbe adtam és elmagyaráztam, hogy hogyan is működik, akkor rá lehetett venni őket, hogy önállóan szerezzenek ismeretet. Mivel hamar sikerélményhez juttak, ezért egyfajta motivációt jelentett nekik az, hogy tanuljanak, és próbáltam hangsúlyozni azt is, hogy felelősséget vállaljanak a saját tanulásukért. Az egyik ok, hogy létrehoztam ezeket a kártyákat, az volt, hogy egy szakkörön, de akár egy tanórán is rendkívül sok különböző előismerettel rendelkező és különböző képességű diák van, akik nem azonos ütemben haladnak. Így viszont a kártyák segítségével mindenki a saját ütemében tudott haladni. A kártyák felépítése a következő. Először van valami fajta kihívás, ami általában a gyerekeknek egy motiváló feladat, aminek a minta megoldása megtalálható rögtön alatta ebben a nagy keretben. Ez a minta megoldás mindig egy problémát old meg, és mindig van egy olyan új ismeret, amit ezen keresztül megtanítunk. Majd önálló kihívások követik itt a lap alján. Ezeknek az önálló kihívásoknak a megoldásához a korábbi kártyákon szereplő ismeretekre, illetve az adott kártyán kihívásban szereplő új ismeretre van szükség. Néhánynak ezek közül a megoldása megtalálható a kártya hátulján, és végül egy új önálló kihívás van, hogy a most tanultak alkalmazására a diák hozzon létre egy saját kis programot. Tekintve, hogy a kártyák egymásra épülnek, az is rendkívül hasznosnak bizonyult, hogy vissza tudtak keresni egy-egy adott tartalmat, például hogy kell egy ciklust megírni, hogy adjuk meg egy feltételben a logikai kapcsolatot, stb. Ezt nagyrészt az elmúlt években tantermi, tehát jelenléti oktatás környezetben próbáltam ki, és az is egy nagy-nagy pozitívum volt, hogy az egyes gyerekek, ha rájöttek valamire, akkor rendkívül szívesen osztották meg és magyarázták el társaiknak. Így módon a diákok szociális kompetenciája, illetve együttműködési készsége is fejlődött. Az utolsó feladat, ami egy önálló kihívás, illetve egy saját fejlesztési program létrehozása volt, pedig rendkívül módon fejleszti a kezdeményező képességet és a kreativitást. Tavaly megjelent egy pedagógus pályázat, amire tananyagokat lehetett beküldeni, és akkor elhatároztam, hogy a több mint három év alatt összegyűlt tapasztalatot azt megosztom a kollégákkal. Kettő tematikus tervet készítettem el, és adtam be ezen a pedagógus pályázaton, mindkettőt elfogadták. A munka elkészítésénél figyelembe vettem azt, hogy a kódolást teljesen alapszintről elkezdve milyen lépések segítségével lehet eljutatni a diákokat bizonyos szintre. A másik lehetőség pedig az volt, hogy a belső szenzorokat a lehető legjobban kihasználjuk. Ez a kettő azért is fontos volt, mert bár ez az eszköz könnyen beszerezhető és nem túl drága, még sok helyen nincsen,
és szerettem volna olyan tematikus tervet készíteni, ami nagyrészt a fizikai eszköz, vagyis maga mikrobit eszköz nélkül is használható, hiszen a szimuláció rendelkezésre áll, és annál is ki lehet próbálni nagyon sok mindent. Egy eszköz azért van benne, mert általában a fülhallgató a diákok rendelkezésére áll, és az a tapasztalat, hogyha bárki is vásárol valamilyen eszközt a mikrobithez, akkor az első a krokodil csipesz, és ezzel elég egyszerűen lehet csatlakoztatni a fülhallgatót az mikrobithez, így hangot is tud adni. A célcsoport az 5.-8. évfolyam, illetve középiskolában is lehetett jól használni, hiszen ők, hogyha teljesen kezdők, és nincs túl sok idő arra, hogy bizonyos szintig eljuttassuk őket, akkor ez a blokk programozás ez elég jól fejleszti a különböző képességeket. Ami aktualitást ad ennek a két tematikus tervnek az ismertetésére, az a tavasszal bevezetett digitális munkarend. Maga a két tematikus terv megjelent április folyamán, és akkor engem a DPMK felkért, hogy írjak hozzá olyan adaptációs tervet, hogy hogyan lehet ezt online területen alkalmazni. És ennek sajnos most is aktualitása van, hiszen ahogy hallottuk az előbb, a Code Week esetében is leginkább online események szervezésére van lehetőség. Ugyanakkor reménykedünk, hogy talán tavaszra digitális témahét idejére már folyamatos, hagyományos oktatásban is tudjuk ezt használni, úgyhogy arra is nagyon jó lesz. A negyedik aktualitás a digitális kultúra tantárgy bevezetése, ami legalábbis nagy örömömre a kódolási ismeretek tanítását is lehetővé teszi, sőt előírja. Én módon azoknak a tanároknak is tud talán segítséget adni, akik még keveset használták ezt tanórán. Az első tematikus terv címe ismerkedj a kódolással. Minden anyaga letölthető a digitális téma 7 weboldaláról. Ide tettem egy linket, illetve egy rövidített linket, és röviden ismertetem, hogy mi is van ebben a tömörített állományban. Majd belenézünk, és néhány megjegyzést fűznék a látott anyagokhoz. Először is jelen van a tematikus terv. A tematikus terv a szokásos minősítési eljárásokban elfogadott formátumban elkészült, viszont az utolsó oszlopban olyan gyakorlati tanácsokat írtam, amik a 3 év alatt felmerült problémákat megoldani segítenek a tanároknak. Ezt követi 10 részletes 45 perces óra, illetve foglalkozásterv minden eszközével, illetve módszerével, pedagógus, illetve diák tevékenységgel. A tematikus terv szerkeszthető és PDF formátumban is letölthető. Ezt követik a segédanyagok, amiben 2 fájlt foglalnak el a feladatkártyák. 2 változatban készítettem el. Az egyik angol nyelvű utasításokat tartalmaz, mint tudjuk a mikrobit programozása az oldalon beállítható különböző nyelvekre, de alapból általában angolul jelenik meg. Mi 5-től általában az angolt használjuk, mert ez segíti a gyerekeknek az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését is. Általában nagy öröm, hogyha egy-egy tanult angol szót megismernek, de ugyanezek a kártyák elkészültek magyar nyelvű blokkprogramozási utasításokkal is. Mindkét kártyacsomag szerkeszthető és PDF formátumban is elérhető, mint ahogy az a dokumentum is, ami teszteket tartalmaz. Egy oldalas dokumentumban mindegyik kártyához, illetve mindegyik tanórához készült egy online teszt, ami a megértést ellenőrzi, mégpedig a diák számára. Az online teszten a gyerekek azonnal a válaszadás után
látják, hogy jól vagy rosszul válaszoltak, ezáltal még egyszer felidézik a tanultakat, és értékelni tudják azt, hogy mennyire sajátították el az ahhoz a leckéhez tartozó ismereteket. Említettem is, később került elkészítésre az adaptációs javaslat, mégpedig a tavaszi digitális munkarend elrendelése kapcsán egy lehetőség volt annak az alkalmazása távtanulási környezetben. Itt javaslatot tettem a felületre, a tanulói, illetve tanári tevékenységekre, illetve az időbeosztásra. Nézzük tartalmilag, hogy is épül fel ez a tematikus terv. Itt az anyagból 2 oszlopot választottam ki, összesen tehát 10 téma van. A 10 téma címe az inkább a pedagógusoknak mond valamit, a gyerekeknek ezek nagyon idegen fogalmak. Mellette láthatjuk, hogy körülbelül azon az órán mivel foglalkozunk. A tapasztalat az, hogy ez alapján viszonylag jól elsajátítják a gyerekek az alapokat, illetve mindenre látnak példát, és ha a későbbiekben valamelyik elemre szükségük van, akkor visszalapoznak a kártyák csomagjában. A gyerekeknek nyilván nem ez jelenik meg. Például, ha a változó fogalmát szeretném bevezetni, akkor nem azt mondom, hogy gyerekek, ma bevezetjük a változót, mert az főleg egy ötödikesnek nem sok mindent mond, hanem egy ilyen probléma elő van állítva, hogy elkészítsünk dobókockát, és az ennek az elkészítéséhez szükség lesz rá. Szükség lesz a változóra, hiszen valahol tárolni kell azt a véletlen számot, amit generálunk. Ennek a változónak adunk valami kezdőértéket, és így módon először találkozik a gyerek a változó fogalmával egy probléma megoldásánál. Vagy a második példa, ha azt mondanám nekik, hogy ma logikai műveleteket fogunk tanulni, akkor elég csúnyán néznének rám, de hogyha egy ilyen kihívással foglalkozunk, hogy ha sötét van és meleg, akkor előjöhetnek a szellemek, és erre egy riasztót kellene készíteni, akkor ez a probléma megoldás, az előhívja azokat a logikai műveleteket, amik nélkül ezt nem lehetne megoldani. Ez tehát a tartalma az első ilyen tematikus tervnek, és akkor nézzünk is bele, hogy aki letölti, itt mit lát. Itt látható tett maga a tematikus terv. Időtartama, a cél és a feladatrendszere, erről nagyjából volt szó. Bárhol használható az éves fejlesztés bármelyik szakaszában, hiszen itt semmilyen előismeretre komolyan nincsen szükség. Harmadik osztályosok is képesek menteni a kódot. A mikrobitre pedig nekik egyáltalán még nem volt informatika órájuk. Úgyhogy harmadiktól nyugodtan el lehet kezdeni. Nagyon fontos eleme tehát az értékelés, ami azt jelenti, hogy a gyerek a tanulási folyamatban folyamatosan visszajelzést kap, hiszen ha önállóan elkezdi olvasni magát a kihívást, tanulmányozza mint a programot, akkor elkészíti ő ezt a kódot, értékeli, hogy a futás az megfelele a probléma megoldásának, ha nem, akkor hibakeresést végez, és az önálló kihívásokkal is egyedül foglalkozik. Ha elakad, akkor vagy les a hátoldalról, vagy kér a társaitól, illetve a tanártól segítséget. Ennél a fajta tanításnál a tanár egy kicsit más szerepbe van, hiszen nem ő az ismeret átadó. Ez először eléggé meglepő, de gyerekek elég jól elboldogulnak a tanár nélkül is, hogyha van egy ilyen útmutatás a kezükben. Viszont ilyenkor egy nagyszerű lehetőség van a foglalkozáson. Van mód megfigyelni, hogy hogyan gondolkodik a gyerek, és ha szükséges, akkor kérdésekkel lehet segíteni a gondolkodást, vagy ha egy ötlete van, akkor tudjuk bátorítani annak a végrehajtásában. Ez a fajta módszer nyilván nem áll rendelkezésre, ha csak frontálisan mondjuk, és nem
tudunk oda menni a gyerekhez, és a gondolkodását megfigyelni. Ez a módszer lehetőséget nyújt arra is, hogy a tehetségeket felismerjük, illetve a lassabban haladóknak többet segítsünk. Magának az értékelésnek része az, hogy jól működő programkódok jönnek létre, és ezáltal a gyerek tudja, hogy a tanulása az megfelelő volt. Itt beírtam magát a mikrokontrollert, ha lehetséges, akkor van, ha nincsen, akkor ebben a tematikus terben levő összes tanóra végrehajtható az online app segítségével is. Nálunk rendelkezésre állnak ezek a kártyák, A5-ös méretre nyomtattuk ki, és lamináltuk, így módon nagyon tartós kártyacsomagot kaptunk. Az általános bevezetők után következik a tematikus terv részletezése, ahol tehát a szokásos minősítésben is elfogadott oszlopokat használtuk, és a megjegyzés rovatban vannak azok a személyes tanácsok, amik a 3 éves tapasztalat alapján előálltak. Ilyen módon mind a 10 óra ismertetésre került, majd pedig szépen sorba, percekre lebontva következnek az óra és foglalkozás tervek, hogy milyen tevékenység, mi a tevékenység célja, milyen munkaformák vannak, milyen eszközök szükségesek mind a 10 órára ki van dolgozva. Értelemszerűen az utolsó 5 perc az online tesztnek a kitöltése, amit a gyerekek vagy számítógépen, vagy mobiltelefonon tudnak megtenni. Ehhez sincsenek általában hozzászokva. Ez nekik ad visszajelzést, és igazából ez egy formatív értékelés, hiszen rögtön látja, hogy jól vagy rossz választ adott, és rögtön látja a jó választ, vagyis akkor abból is tud tanulni, ha kívánja, akárhányszor kitöltheti ezt a tesztet, és általában ki is töltik. Hát meg hány faluról? Ez tehát a tematikus terv, és akkor nézzük, hogy a segédanyagok mit tartalmaznak. Megtalálhatók tehát a feladatkártyák. Egy feladatkártya egy A4-es oldalon helyezkedik el. Ezt kinyomtattuk színesbe, félbehajtva lamináljuk, és így módon jön létre az A5-ös kártya. Még egyszer, tehát van egy kihívás. A kihívásnak van egy mintakódja ebben a főablakban, és ennek az ablaknak a jobb oldalán megtalálhatók azok az új utasítások, amik itt ennél a kihívás megoldásánál jönnek elő először. Majd jönnek az önálló kihívások, 2-3 önálló kihívás. A vastagbetűs kihívásnak nem szerepel a megoldása hátul, a másik kettőnek szerepel, tehát innen tudják magukat ellenőrizni, és a végén pedig egy új programot kell létrehozni a mostanultak alkalmazásával, ez ami a kezdeményező képességet és a kreativitást rendkívül fejleszti. 10 kártya van tehát ebben a csomagban, egymásra épülnek, gyerekekhez közel álló módon. Itt például rajzolnak egy nagy rajztáblára. Próbálja őket bevezetni a programozás alapjaiba. Ugyanez van a másik dokumentumban, ez teljesen megegyezik. Az a különbség, hogy itt a parancsok angol nyelvűek. El lehet dönteni, hogy melyiket használjuk. A következő dokumentum, ez a bizonyos online teszt, ez csak egy link gyűjtemény tulajdonképpen. Egyszer szoktam megosztani a diákokkal, így módon, ha rákattintanak a kezdőre, akkor megjelenik az online teszt.
és a végén kírja és megmondja a helyes választ. 5 kérdés van minden egyes leckéhez. Ez volt tehát az ismerkedj a kódolással segédanyagai, és ahogyan hozzá csatoltam, létrejött egy egyoldalas leírás, hogy milyen javaslatok vannak a pedagógiai tervtár tanulási környezetben való megvalósításához. Itt teljesen online órákat terveztünk, és a Microbit Classroom felületéről kombinálva a videós óra lehetőségével nagyjából hasonló módon tud felépülni minden tanóra, létre kell hozni a tantermet, ezt a webinárium végén meg fogjuk közösen nézni, külön le van jegyezve a tanár tevékenysége és a tanuló tevékenysége. A második tematikus terv címének a világérzékelése mikrobittel szöveget adtam. Ennek az volt a célja, hogy a mikrobit belső szenzorait megismerjük, illetve magát az eszközt és a kódolást azt kapcsoljuk a való világhoz a gyerekek számára. Itt találhatók a linkek, ahonnan ugyanazt a struktúrát ugyanolyan módon le lehet tölteni. És a tematikus terv felépítése itt már alapozva az előző tananyagra, tehát ezt nyilván akkor érdemes elindítani, hogyha a tanulók nem teljesen kezdők, hogyha az alapokkal tisztában vannak. A hangszóró volt az, amit külsőleg csatlakoztunk, egyébként a gyorsulás érzékelő, illetve a mágneses mező, a fényérzékelőnek az alkalmazását láthatjuk itt. Ez megint csak tanároknak mond igazán sokat, a diákoknak a kihívás az valamiféle motiváló és látványos tevékenység. Például a zenelejátszást azt egy üdvözlőkártya készítésével hoztuk létre. Ha kinyitja, vagyis ugye az előző részben azért már volt szó a fény érzékelésről, vagyis a fény intenzitása megnő, akkor zenét fog lejátszani. Vagy a szövegkezelést és úgy vezetjük be, hogy annak valami gyakorlati haszna legyen. Egy 5 karakteres erős jelszót kell generálni. Itt megismerik azt azon túl, hogy mi is az az erős jelszó, amit nem árt hangsúlyozni. Bármely korosztályról is van szó, hogy hogyan választunk véletlenszerűen egy-egy elemet egy általunk létrehozott sorozatból, illetve hogyan fűzünk össze karaktereket. Nézzünk bele ebbe is, hogy hogy is épül ez fel. Tehát ennek is van egy tematikus terve, teljesen hasonló módon az elsőhöz. Itt általában ez a két tematikus terv nálam nem épült egymásra, úgyhogy egy ismétléssel kezdtünk, már tehát átismételni, hogy hogy is fel lehet ezt használni, és ebben a tematikus tervben szintén megtalálhatók azok az egyéni tapasztalatok, amik a tanítás során előjöttek, majd ezt követik az óra és foglalkozás tervek részletes percekre lebontott leírásai. A feladatkártyák szintén hasonló felépítésűek, ezek sárga színűek, ez egyel nagyobb fokozat. Értelemszerűen itt már többet tudnak, úgyhogy több kód megjelenik.
felépítésük az hasonló, az azért is jó, mert ha gyerek egyszer már csinálta, akkor tudja, hogy mi a tanulási folyamat, tudja, hogy hogy keres vissza, hogy tudja, hogy hol talál segítséget. Itt is megjelennek a tesztek, ugyanúgy egy PDF dokumentumban találják meg ezeket a linkeket, ami 5 kérdésben rákérdez az éppen megismert új fogalmakra. Ehhez is készült egy adaptációs ajánló, és ezek a leckék is megoldhatók úgy, hogy a szimulációt használják a diákok, hiszen a szimuláció hangot is ki tud adni. Hogyan is használjuk akkor ezt a kártyacsomagot, vagy akár a Mikrobitet? Az első lehetőség egy aszinkron kódolási óra, az azt jelenti, hogy a tanulás és a feladat megoldás az nem egyszerre történik, vagyis a tanár nincsen konkrétan jelen a tanulási folyamatban. Ennek az egyik lehetősége a Teams integráció, nagyon sokan használják, így mi is a Teams felületét használjuk az online oktatásra. Itt érdemes ezt úgy létrehozni, legalábbis én úgy tettem, hogy feladatonként van egy kihíváskártya, vagyis tulajdonképpen létrehoztam a 10 feladatot. A feladatokhoz hozzá lehet adni a MakeCode weblapot, mégpedig oly módon, hogy a tanulók a saját példányukat szerkeszthetik. Így módon nem kell kimenniük a weboldalra, hanem oda belekattintva elkészíthetik azt a kódot, amit kértem tőlük. Ezt megtehetjük úgy is, hogy ott a feladat adás során akár előkészítjük a programozási felületet, az azt jelenti, hogy esetleg már egy kódrészletet vagy egy kommentet elhelyezünk rajta, és egyszerűen a bezárás gombbal már a tanulókhoz tudjuk juttatni. Itt hozzátettem forrásként a feladatlapot, konkrétan az első zöld feladatlap, mégpedig nyilván ezt nem szerkeszthető állapotba, és hozzátettem minden egyes feladathoz a tesztek PDF oldalát. Ezáltal tudják magukat értékelni, tudják, hogy hanyadiknál járnak, és tovább tudnak menni az online értékelő ívhez. Van lehetőség pontszerzésre, nyilván be lehet állítani, hogy pontokat adjunk, vagy akár be lehet állítani értékelő táblázatot is. A tanulók ezt látják, látható, hogy az első két dokumentum számukra nem szerkeszthető, viszont maga a MakeCode weboldal az egy kattintással elérhető, és bezáráskor a program automatikusan menti is a változtatásokat, innentől a gyereknek már csak el kell küldeni a feladatlapot. A Google Classroom-ban is van erre lehetőség, egy kicsit másképpen, tehát maga a MakeCode weboldal az nem integrálható hozzá, de ugyanígy meg tudjuk szervezni ezt az aszinkron kódolási órát, mégpedig úgy, hogy linket tudunk hozzáadni. Linket a MakeCode oldal tetején található megosztás gombbal lehet generálni, és így módon itt is elő is készíthetjük, vagyis megoszthatunk a diákokkal már olyan linket, ami tartalmaz bizonyos utasításokat vagy kommentet. Vagy a másik lehetőség, hogy a letöltött hex file-t adjuk hozzá, tehát ők is hozzá tudják adni. Hozzá lehet adni az értékelő kérdőjét, és igen, nyilván itt is lehet pontot beállítani. És az adaptációs ajánlóban is javasolt beállítás a Mikrobit Classroom-nak a használata. Ehhez erre a feltüntetett weboldalra kell ellátogatni. És összeszedtem, hogy milyen lehetőségei vannak. Itt egy szinkron órát tudunk tartani, ez azt jelenti, hogy jelen van a diák és jelen van a tanár is. Ez nagyon hasznosnak bizonyult jelenléti oktatással is, tehát kivetítve projektoron, vagy pedig, hogyha digitális oktatás van, akkor
egy videóhívás segítségével kombináljuk, tehát elindítjuk az online órát, akár a Teams-en, akár a Google Classroom-on, vagy más valamilyen platformon. Ott röviden el lehet magyarázni, vagy bevezetni a fogalmat, és ezen a felületen olyan fantasztikus előnyök vannak, hogy a tanulói munkát nyomon lehet követni élőben. Mi kódot tudunk küldeni nekik. Ha ők küldenek kódot, akkor meg tudjuk nézni, és azonnal tudunk egyéni visszajelzést adni nekik. A folyamat bármely szakaszában egy Word file-t tudunk lementeni, ami valamennyi diák munkájának a pillanatképét tartalmazza, és a végén le lehet menteni magát az osztálytermet is egy HTML file formátumban, amiről akár a következő héten újra tudjuk indítani ugyanazt az osztálytermet. Ez csak addig működik, míg a böngésző nincsen bezárva, így módon más lehetősége a diákok munkájának tárolására nincsen. Most azt szeretném, mert elég sokat beszéltem, hogy ezt próbáljuk ki. Ez az a weboldal. Végig megyünk ezeken a lehetőségeken. Én tanári oldalról, a hallgatók pedig a diák oldalról fogják megismerni. Először is a weboldal megnyitása után egy címet adunk. Ez egy kódi webinárium. Lehetőségünk van a MakeCode blog programozást, vagy a Python-t használni, most a MakeCode-ot fogjuk használni. Ezt a jelölő négyzetet akkor érdemes bejelölni, hogyha nem egy hálózati gépen vagyunk, illetve még ott is, hogyha saját felhasználónkkal vagyunk belépve, akkor tárol bizonyos dolgokat, és csökkenti annak a lehetőségét, hogyha esetleg internet kapcsolat probléma van, így megszakadjon. Elindítottam ezt az osztálytermet, és visszamegyek még egy diára. Tanulói nézetben, az általam mindjárt megadott linken, ezt fogja mindenki látni. Meg kell adni az osztályterem nevét, ami egy szín, egy állat, egy közlekedési eszköz és egy tárgynak a kiválasztásából áll, valamint meg kell adni egy 6-jegyű PIN kódot. Ezt a két információt fogom most röviden megosztani, és azt kérném, hogy egy páran lépjenek be. Az idő rövidsége miatt nem lesz alkalom, hogy mindenki belépjen, annál is inkább, mert majd szeretném letölteni a munkákat, és nem szeretném, hogy ez túl sok időt vegyen igénybe. A dashboardra kattintok, és itt vannak ezek a belépési adatok, tehát ez a link, ahol be kell lépni, és akkor világos zöld hörcsök, tűzoltóautó és stopperóra. És 63-97-71. Aki belépett, azt kérném, hogy adjam meg egy keresztnevet. És van egy Dani. Betty. Köszönöm, már négyen beléptek. Jó.
kipróbálás bőven elég lesz, ha esetleg valaki még be tud menni, akkor nézzük. Megnyitottam a szerkesztőt, ez az általunk nagyon jól ismert MakeCode szerkesztési felület, és akkor tegyük fel, hogy én most itt elmagyarázok egy ilyen egyszerű dolgot, hogy kirajzol egy szívecskét az gomb lenyomására, és akár itt adhatok egy kommentet hozzá, és azt mondom, hogy a B gomb lenyomására írja ki a nevedet. Így módon közvetlenül nagyon gyorsan lehet akár egy rövid feladatot létrehozni, és utána megosztom ezt a kódot a diákokkal. Kiválaszthatom azt, hogy mindegyikkel, vagy csak néhányukkal, tehát nagyon jól lehet differenciálni. Lehet, hogy kiválaszthatnám kettőt, hármat, és utána, aki már jobban halad, annak más kódot adok. Tegyük fel, ez az óra elején történik, szóval mindenkinek elküldtem ezt a kódot. És akkor nézzük a tanulói kódokat. Itt vannak a belépett tanulók, és itt konkrétan Danira kattintottam, látszik, hogy ő már megkapta, de még nem készítette el. Így módon azt látjuk, hogy bármelyik diákra rákattintok, és várunk, akkor élőben látom azt, amit ők készítenek. Ha kész van, akkor el tudják nekem küldeni, és a küldés előtt kis piktogramokkal kérdezik, hogy mi a véleménye, hogy érzi magát, illetve mi a véleménye az elkészült munkáról. Aki kész van, Hans elküldte. Itt látjuk Hans kódját. Ugye látjuk azt is, hogy az ő kódját ki tudom vetíteni, de el tudom küldeni egy másik diáknak, mondjuk segítségnek, mert ő elakadt, és akkor el tudom neki küldeni, hogy lássuk, hogy ő hogyan is csinálta. Ő ezzel befejezte, én tudom szerkeszteni az ő folyamatát. Ez azt jelenti, hogy itt, ha a befejezett állapotot visszateszem folyamatba, akkor ő újra bekerül az osztályterembe, és újra tudok neki feladatot adni. Nézzük, hogy hol is tartunk, tehát tegyük fel, hogy vége van az órának, és letöltöm ezt a bizonyos HTML fájlt. Ide írja a dátumot óra percre, és elmentettük ezt a fájlt, és befejezem az órát. Itt is van módom még egyszer lementeni ezt a fájlt. Most azt mondom, hogy akkor ezt fejezzük be. Így módon valószínűleg mindenkinek kiírta, hogy véget ért a tanóra. Nézzük, hogy hogyan is tudnánk ezt előcsalogatni, mondjuk a következő órán. Rákattintok ennek a HTML fájlnak a nevére, vagyis elindítom. Ide van írva, hogy ez melyik volt ez az óra. Hatan voltak bent. És aktiválom újra. És itt vannak a diákok újra. Belépni viszont egy egész más kóddal tudnak. Ugyanannak a keresztnévnek a megadásával.
Tehát az a kód, amit egyszer generál, az egy egyedi kód. Éppen ezért ezt nem is kell felírni vagy megjegyezni, mert mindig újat generálni. Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy nyomon kövessük a munkájukat. Fel lehet tölteni ide a hex file-t, hogyha szeretnénk elküldeni. És még azt nézzük meg, hogy hol van ez a bizonyos Word dokumentum. Egy állapotot, adott pillanatot generál, ahol az adott tanuló éppen tartott kód írásában azt helyezi bele ebbe a Word dokumentumba. Ami tehát így néz ki. Tanár ezt küldte, és aki éppen benne volt, ott lehetett látni, hogy például Ágnes a B-gomb lenyomására kiírta a nevét. Tehát ezt minden lapon egy tanuló odaadta, láttuk a nevét, odaírta, és így módon le lehet menteni a kódot. Ez tehát a Microbit Classroom, ez egy béta változat, én nem nagyon tapasztaltam még hibát. Még egyszer csak addig működik, míg a böngészőt be nem zártuk, tehát ez nem lehet, hogy akkor örökre ott hagyjuk, amíg ha a böngésző bezáródott, akkor az osztályterem is leáll. Én is mindenkit arra biztatok tehát, hogy szervezzen eseményeket a Code Week-en, rögzítse ezt az eseményt a codeweek.eu-n, és ezeken a közösségi csatornákon pedig további információkat és ötleteket is lehet szerezni.